kieső helyről elmozdult új szerb a futball nb 1 az Újpest csapat, amely tavaly is csak 9 lett az élvonalban, vagyis egyre nem találja még az összhangot a Lila fehér Klub múltjával, volt játékosaival, a magyar közeggel, a belga tulajdonos, akit a kerület polgármestere is kritizálni szokott néha. Mi viszont ezúttal az egykori dózsás legendát, a 62-szeres válogatott, később a csapatnál edző Görögs Jánost kérdezzük, hogy miben látja a bajokokat és merre tartanak a folyamatok Lila mert Jó reggelt kívánok, Szervusz János! Jó reggelt kívánok! E -e Hát azért ez neked, a te klub szereteteddel, amikor ránézze a tabellára, és mondjuk egy héttel ezelőtt még kiesően látod a csapatot, ez gondolom, hogy nem akármilyen szörnyűséges érzés lehet. Hát mit mondjak, ilyet tényleg rég láttam, hogy az Újpest passzív gólaránnyal az utolsó előtti helyen állt még a múltpinteki meccs előtt, Ilyen nem volt az én életemben, meg az utánam következő játékosoknak sem, mert hétszer egymás után még bajnokságot nyert az Újpest. Ha jól emlékszem, tavaly is itt voltam, pont nálad. És az a helyzet, hogy akkor is arról beszélgetünk, hogy, hogy miért szárnyal igen. az Újpest. Hát én örülök neki, hogy ez a belga vonal mondjuk megszűnik, mert, mert úgy a, ez a nem, azt se tudom, hogy hívják, nem tudom kiejteni a nevét a Mostaninak, a, illetve aki volt, a elődje is. Mármint, hogy a kispadról vesztesztem. Kispadról, égen, igen. Illetve. És, és aki most lemondott. Igen. Egyben szomorú vagyok azért, hogy a Kozma Pistát nem tartották ott. Hát mégiscsak egy újpesti játékos volt, legalább két vagy háromszáz meccset játszott, és ha már így elbántak vele, hogy odavitték ilyen bábnak, hogy adja a nevét, mert neki van licenc, és a belgának nincs. Tényleg arra gondoltam, hogy ha már belga fölmondott, hogy ő meg fogja kapni minimum három, 4 öt meccsre. Aztán majd, ha nem megy, akkor, akkor hozzanak mást. Jó, hát váltottak. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy jogosan. Jogosan. És egész jó dolgokat láttam már az MT- ellen pozitívan a csapatjavára. Tehát a, ugye azt mondod, hogy persze majd meglátjuk, hogy hány meccs alatt lehet a jó dolgokat fölfedezni, de ha már itt tartunk, Kozma István megemlítetted. Az elmúlt időszakban, ha most visszamegyünk, nem az idősebbekre, számos fiataltól is megszabadult a klub, akik most más élcsapatokban játszanak. Túlságosan elherdálná a, a lehetséges tehetségeit az Újpest? Hát ez se volt egy, egy okos dolog, 13 embert elengedni, köztük olyat, mint a Barcit. Én, mikor itt volt nálunk, akkor is jó futbolistának tartottam. A többiről nem igen, nem igen láttam őket, akiket elengedtek, de a Berci vagy a Barci kimondott a jó futbolista. Mm -hmm. Volt Lász Diós Győr, hogy hogy játszik most a Diós És egy új csapatot összehozni, még ha jó játékos hozol ide, akkor is nagyon nehéz, mert azt össze kell rakni nem véletlen ez a sok gólkapás, nem értik meg egymást. Ha régen visszamész, a válogatottat, a védelmet az MTK adta valamikor, és a csatásort meg a honvéd annak idején. Szóval egy védelmet úgy össze kell rakni, hogy azok egymás gondolatát tudják. Hát amilyen gólt a győr ellen kapta kettőt is, hát ilyen a régen nem fordulhatott volna elő. Ez biztos, hogy, hogy, nincsenek összeszokva. Vagy nem értik egymást, mert annyi külföldi van. Vagy nem értik egymást. Hát ez is baj, az is baj, de mondok még néhány patinás újpesti nevet a közelmúltból. Kovács Zoltán, Fejér Csaba, vagy Szélesi Zoltán. Szóval, hogy mintha az újpesti nevek újpesten, azok nem járnának jó mostanában azzal, hogy ők egyébként újpesti nevek voltak. Én, én is így érzem. Sajnos én is így érzem. Nem is gondolkodnak újpesti edzővel, hogy esetleg egy Újpesti csinálná, vagy magyar, mindegy, de, uh -huh. de minden, minden külföldi tulajdonos a külföldi edző bebízik, és a magyarokban nem pedig, hát még a külföldi edző eljut odáig, hogy megismerje a huszadik játékost is, ne csak az első ötöt, addigra lehet, hogy már is küldik, mert, mert nem tudja, hogy, hogy hogy állítsa össze a csapatot. Mi van egyébként a klub nagy öregjeivel, az olyanokkal, mint te? Téged például mikor kérdezett meg utoljára valaki Újpesten arról, hogy hogyan látod, hogy hát hol ne nem is kérdezz, ne is kérdezd. Általában ki szoktak hívni, amikor születésnapom van, ilyen kerekszám, 60, 70, 75 remélem ki fognak hívni, még 75 nem vagyok, de jövőre már igen. Ki hívnak, kapok egy dresszet, meg kaptam egy kosarat 70 éves születésnapomra, amiben volt egy Walton pesgő, két 80 g-os földi magyaró, és két 80 g-os nápoi. Becsület szavamra mondom. Az ez összes azt hiszem 700 forintot ért, de nem is ez az érdekes, hanem utána azt mondja az elnök, mert nem kísért vissza a diszpáholyba, menj föl lifttel, vagy én megyek utánad. Aha. Oda megyek a lifthöz. Egy kislány volt ott a rendező, az kérje egy, egy mondom, nincs egyem, Szóval, hogy, hogy Hát mondom, nincs egyem, nem adtak azt, nem akkor nem engedhetem föl magát. Hát ilyen, ilyen sztorik vannak, hát sajnos. Akkor, hát akkor körülbelül itt tart a, a dolog azokban, hogy mennyire kérdezik meg a véleményedet a játékról. Nem, nem semmi, semmi. Mondok megint néhány nevet. Nagy László, Tóth András, Szabó András, Várhidi Péter, Weber György, vagy Zoltán. Szóval nincs, megint csak nincs, mondom, senki, nincs senki, aki tudna segíteni? Épp ezt mondom uh -huh. neked, uh -huh. hogy meg se kérdezik őket, az idősebbik várhidivel szorosan tartom a kapcsolatot, Igen. néha együtt vagyunk. Kérdeztem a lapokba tőle, hogy mielőtt edzőváltás lett volna a fiadat, megkereste valakit, mert mégiscsak bajnokságot nyert abban az egy évben, mikor ott volt a, a Péter. Azt mondja, nem, ő nem tud róla, de nem kereste meg senkit. Na most én azt gondolom, hogy itt van egy lassansként egy ilyen általános vélemény a sportvilágban arról, hogy a, ez az újpesti futballklub. Ez, ez hát ugye válságban van, elszigetelődött, sok kudarc, sokszor kilátástalan játékkal, ugye nincs nagyon a klub tulajdonosa és a kormányzat, a szurkolók, az emelet között párbeszéd, látszik, hogy ugye az önkormányzat is sen, sincs igazán jóba a belga tulajdonossal. <kös> Itt kívülről mégis ezt a, ezeknek a belgáknak a stratégiáját. Te milyennek mi, mi, mi látod, merre akarnak ők haladni? Mert az tagadhatatlan, hogy, hogy azért szóval fizetnek, fizetniük kell. Jó, hát kell. hál' <coughs> Istennek ők, ők mentették meg Igen. a klubot, ez előnyükre várt, de hogy valami nincs nem stimmel se a csapat körül, se a szurkolók közül. Hát nem szimpatikusak a szurkolók előtt. Én már attól félek, hogy az a kevés szurkol, ami még van ott az óra alatt, mikor összegyűltek, az valamikor telt, még tavaly is, telt ott megtelt az a óra uh -huh. alatti szektor, ott volt négyezer ember, vagy háromezer, úgy szurkoltak, hogy öröm volt hallani őket. Most annak a negyede sincs már ott, mert valamiért tüntetnek a tulajdonos ellen. Hát ezt a regisztrációt, hogy, hogy miért nem vártak egy olyan, periódusra, amikor a csapatnak megy, és akkor próbálták volna ezt, hogy csak akkor jöhettek be a regisztrálók, másképp sült volna el, mint most, amikor rosszul megy. Hát még azt a három-négy embert is kivonják a szurkolás lehetőségétől, akik buzdították a, a csapatot végig. Hát nagyon úgy tűnik, hogy itt a helyi és valóságismeretben meglehetősen nagy hiány van a belgák részéről. Hát igen, hát <kül> rendes ember az, ez, ez a ducsat vagy uh -huh. hogy hívják, csak, csak nagyon kivonja magát. Nem, igen, nyilatkozik, nem mond semmit. Hál' Istennek most igazoltak egy-két jó futballistát. Például ezt értette, ezért is kellett az edzőváltás. Láttam az MTK meccset. Hát ez a jobb eddig hol volt? Hát olyan jól játszott ez a színesbőrű jobbek, ahol állandóan probléma volt, hogy ki legyen a jobbek, ragyogóan játszott. Hát ezt, ezt, ezt nem látják. Vagy hozták ezt a szerb jobbszélsőt, vagy balszélsőt, ezt a vékony gyereket, mm -hmm. annak se tudom kimondani. Kimondott a jó futbolista. Hál' Istennek, most már ilyeneket igazolnak. Vagy nagyon jó játszott, aki, akit a, a, a Vermes helyettesített, ez a Litovszki, vagy nem tudom már, olyan nevek vannak, Isten ez az embernek a nyelven. De minden meccset nézel. Minden meccset, persze. Uh -huh. eh, azt mondják, hogy eh, szerinted télen sokat kell változtatni ezen a kereten, meg ezen a csapaton? Én azt mondom, nem kell itt mert jó futbalisták. Egyénileg jó, jó kell összerakni őket mint amit most is, amit mondtam, hogy már arra fele megy, már nem volt az MTK-nak tulajdonképpen egy helyzetnél több, vagy maximum kettő. Amíg a régi edzőnél ilyen meccsenként volt az ellenfélnek négy-öt helyzete, amiből sajnos be is kettőt-hármat. Jó kell ezt összerakni a csapatot, mert a játékosok megvannak. Csak nem szabad mindig változtatni három-négy embert. Azt se értem, hogy ez a szerencsétlen Lázár már úgy néz ki, hogy hogy meggyógyult. Hogy miért nem kap több lehetőséget? Gyors, erőszakos. Hát így nem fog soha formába kerülni, ha öt perceket adnak neki. Tehát te azt mondod, hogy oké, okay, ha már így alakult, Kozmát nem kellett volna elküldeni, lehetőséget kellett volna neki adni, de ha már így alakult, és itt van a szerb edző Vignjevics, akkor őt hagyják nyugodtan dolgozni, nem kell, próbáljon összerakni meg, összeérlelni a csapatot végre. Jó, hát ez a há hátra lévő három-négy meccs, ami még hátra van, és ilyen jól fog jönni, mint a bemutatkozása volt, mert jó játékkal nyertek az MTK-nál egy nurra, akkor a közönség visszajöhetne, és tényleg hagyni kéne a játékosokat nyugodtan játszani. Úgy tudom, anyagi probléma nincs, fizetnek, össze kell szedni a játékosoknak is magukat, nem csak a vezetőknek. Úgy, úgy kéne játszani ebbe a, a három-négy hátralévő meccsen, mint játszottak az MTK ellen. És azt mondd meg itt a végén még, hogy miképpen látod az egész magyar futballállapotát ezután a vb bukás és szalai beszéd után. Te is azt mondod, hogy külföldi szövetségkapitány szükségeltetik most a kis padra? Hát én őszinte legyek, nem vagyok külföldi párti. Kluboknál igen, mert uh -huh. ott meg lehet ismerni a játékosokat egy hónap alatt, mert minden nap van edzés. De egy külföldi, ez, ez nem Spanyolország, meg Olaszország, meg Németország, hogy mindenki ismer mindenkit, legalábbis a jó futballistákat uh -huh. ismeri minden edző. Itt Magyarországon idehoznak egy új edzőt, külföldit, az azt se tudja, ki legyen a bal vagy a jobb és így. Én nem vagyok külföldi párti itt is vannak nagyon jó edzők, külföldi is, abból kéne az itthoni külföldiekből válogatni, mert az ismeri a magyar labdarúgást ides tova mondjuk két éve, vagy három, vagy négy év múlva. De a régit, vagy egy újat hoznak, az mire megismeri, lehet, hogy már őt is leváltják. Uh -huh. tehát legyen, lehet külföldi, csak a magyar bajnokságban már ismeretekkel, helyismerettel bíró, Hát bírok ez a muszáj. Hát muszáj. Hát János, én kívánom neked, hogy egy kicsit derűsebb legyen az ősz hátra lévő része lila-fehérben számodra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.